Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, Vince Miklós, és gyönyörű, szép augusztusi reggel van ma, fantasztikus hírekkel, ami az űr tevékenységet illeti. Ugye természetesen ezek nem annyira nagyon friss hírek, csak egy hetes hír, de mivel hogy Szokolébresztő két hetente van, ezért mindenképpen ez lesz most itt az első téma, ami nem más, mint potenciális marsi életnyomok felfedezése a Marson. Ugye itt a potenciálist azt alá kell húzni nagyon vastagon. Ez lesz az egyik témája az adásnak. Itt elég kevés adat van egyébként erről egyelőre, ami azt jelenti, hogy természetesen nem is lehet még egyelőre ezek alapján erről egy egész adást kitölteni, de ez nem is baj, tehát nagyjából az első 20 percben lesz erről szó, és utána pedig egy interjút fogok lejátszani, amit a minap készítettem dr. Mátyás Bencével, nagyon érdekes dolog. Egyébként, mint a végén ki fog derülni egy keretes szerkezetnek, keretes szerkezetet adva az egész sztorinak, az sem egy független téma a marsi élettől, csak hogy ugye vannak, akik azt mondják, hogy a marsi élet az nem volt, hanem lesz. Ugye, mint hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. Hát, ugye mondta annak idején Széchenyi. Hát, van, aki a marsi élettel kapcsolatban is azt mondja, hogy hát lehet, hogy volt, lehet, hogy nem volt, de ez biztos, hogy lesz. Tehát létezik egy komolyabb közösség a világon. Hát beleértve olyan prominens figurákat is, mint Elon Musk, akik azon pörögnek, hogy a Marsot terraformálni kéne, vagyis földszerűvé tenni. Ez mindenféle érdekes etikai kérdést amúgy fölvet egyébként, hiszen hogyha a Marson valóban van élet, jelen pillanatban, akármilyen fejletlen formában a felszín alatt, akkor milyen jogon megyünk oda, és úgymond fertőzzük össze a bolygót földi élettel. Egy biztos, vehető, hát hogyha az emberiség eddigi történetéből kiindulunk, hogy etikailag akármi is van, szinte biztosra vehető, hogy hosszabb, rövid távon, de valamikor ez így meg fog történni. Mármint az, hogy a földi élet bizonyos értelemben összefertőzi a Marsot. Persze lehet, hogy ez a folyamat már meg is kezdődött annak ellenére, hogy az űrszondákat igyekszenek az emberek nagyon sterilizálni, amik a Marsra mennek. Nagyon brutális UV-sugárzásnak teszik ki, és egyéb kezeléseknek, hogy még végképp se, mert a legkisebb esélyt is kizárják annak, hogy földi baktériumok jutnak a Marson. De majd egy idő, jelenleg ugye ez a stratégia, ami a NASA-t illeti például, nagy erőket fordítanak az űrszondák sterilizálására. Ez nem tudom amúgy, hogy ez mennyire volt elmondható mondjuk a 70-es évek elején Marsot ért szovjet űrszondákról például, tehát ugye itt ez annyira nincs ledokumentálva, tehát simán lehet, hogy már 50 éve összefertőztük a Marsot élettel, csak nem tudunk róla. Ez benne van a pakliban. Egy biztos, jelen pillanatban nagyon igyekeznek ezt elkerülni, legalábbis ami az amerikaiakat illeti, és hát egy idő után viszont ez a tendencia nyilván meg fog fordulni, mert egy idő után tényleg az lesz a feladat, úgymond, hogy hát a Mars is legyen egy lakható hely. Nem biztos, hogy ez egy helyes út, de sokan érvelnek amellett, hogy elkerülhetetlen. Na majd erre is nem ez lesz a fő témánk, nem ez lesz a fő témánk a Mátyás Bencével folytatott beszélgetésben, de majd a végén ide fogunk kiukadni ott is. De addig is nézzük a mostani hírt. Az ugye nem is a jelenlegi, és végképp nem a jövőbeli marsi élettel kapcsolatos, hanem a múltbelivel. Ugye ez 2021. februárjában ért Marsot a Perseverance nevű szenzációsan sikeres hatkerekű űrszonda, ami nagyon sokáig tud majd működgetni a Marson, hiszen van hozzávaló ilyen rádióizotópos termoelemes generátora, termoelektromos generátora, ami hát lényegében a nukleáris hajtómű,
hát nem hajtómű persze, hanem energiaforrás, mondjuk inkább így, és nem egy atomreaktorra kell gondolni, hanem egyszerűen arra, hogy maghasadás történik abban a plutónium tömbben, amit vitt magával ez az űrszonda, ami egyszerűen meleget csinál, és ahol meleg van, ott termoelemet is lehet csinálni, és ott termoelem van, ott áramot lehet fejleszteni, tehát lényegében ez egy termoelem. A lényeg, hogy az űrszonda immár ezek szerint 4 éve nagyon sikeresen bóklászik a Marson, és az legfontosabb feladata, hogy mintákat gyűjtsön, amint arról a 183. vagyis héttel ezelőtti, ez ugye a 190. szokolébresztő, ezt még nem mondtam, de a 7 adással ezelőtti műsornak volt a címe az, hogy mikor megyünk már a Marsra. És ugye abban elhangzott, hogy ez egy dilemma, még azzal a szempontból, abból a szempontból is dilemma, hogy nem az, hogy emberek mikor mennek legközelebb a Marsra, hanem az, hogy mikor megy legközelebb olyan űrszonda a Marsra, ami mintát tud onnan hazahozni. Ez egy nagy kérdőjel. Szeptemberre ígért a NASA választ arra, hogy mire jut az a bizottság, ami ezt az ügyet megvizsgálja, mert leállították a korábbi marsi mintahozó programot, mondván, hogy nagyon túl van árazva, és most újra gondolják a dolgokat. Erről iratnak független szakértőkkel és az ipari képviselőkkel együtt egy jelentést, ami várhatóan tehát 2024 őszén fog megjelenni, és az tartalmaz majd iránymutatásokat arra, hogy most mi lesz. Hát az biztos, hogy nagy a bizonytalanság jelenleg. Azt szinte kimerhetjük jelenteni, hogy ez a 2030-as években várható, de mi várható akkor, hogy azokat a mintákat, amit a nevezett Perseverance nevű marsjáró szorgalmasan gyűjtöget a Marson, és pakol el ilyen kis mintagyűjtő hengerekbe, ilyen kis kapszulaszerűségekbe, azokat egy űrszonda majd hazahozza Marson. Most pontosan ez a Perseverance nem véletlenül jár olyan helyeken, ahol a tudósok korábban már azt gondolták, hogy hát ha valahol lehet életnyomot találni a Marson, az pont ez, hiszen hát onnan lennének érdekesek a minták. Most ez a hely, ez nem más, mint a Jezero kráter, ami hát a bosznia-hercegovinai szerb köztársaságban levő Jezero faluról kapta a nevét. Ugye ennek nincsen ilyen értelemben semmi jelentősége. Jezero az nem egy fontos város vagy falu a marskutatás szempontjából, hanem lényegében egy random generátorral dobálták ki annak idején, hogy mely földi településekről nevezzenek el alakzatokat a Marson. Földi településnevek is vannak a Marson, vagyis most hát magyarországi településnevek is vannak a Marson. Szóval így van Jezeróról elnevezve a kráter, amit az amerikaiak persze következetesen Jezerónak mondanak. Most a Jezero kráter egy olyan terület, ami néhány milliárd évvel ezelőtt minden bizonnyal víz alatt volt, hiszen ugye Marson volt folyékony víz, jelenleg nincs, de minden felszín alakzat, lekerekített alakú kövek, lerakódások, ilyesmik egyértelműen azt mutatják, folyásnyomok, kiszáradt folyómedrek, ugye, tehát ezek mind arra utalnak, hogy ott bizony egy sekély, hát egyfajta sekélytenger lehetett ott annak idején, és ráadásul a leszálló helyet úgy választották meg, hogy a Jezero kráter közelében rögtön a Neretva Vallis, vagyis Neretva völgy nevű folyómeder torkolata közelében érjen le a szonda, és hát ott bóklászik a marsjáró már 2021 óta. Na már most történt az, hogy eljutott egy olyan helyre, amit azóta elneveztek a kaliforniai Jet Propulsion Laboratory, tehát ahonnan irányítják az űrszondát, szóval ennek a szakemberei elnevezték Chiawa Falls-nak. A Chiawa Falls az, hát nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, mert hát sem, hát ez vagy apacs, vagy navahó nyelven van, az biztos, hogy egy őslakos amerikai nyelv, magyarul indián. Ugye hát ez esetben indokolt végül is, tehát itt nem úgy jött ki, mint a Jezero esetében, hanem itt tényleg egy hasonló felszíni alakzatról van szó, mint a Chiawa Falls, ami nem más, mint a Grand Canyonban található legmagasabb vízesés, Arizonában van, és hát hát víz nem esik itt jelen pillanatban a Marson, mondtam, hogy most már nincs folyóvíz a Marson, de hogy nagyon hasonlít a felszíni alakzat arra, és ezért ezt a nevet kapta, ez a Chiawa Falls nevű alakzat, és a Perseverance először arra lettek figyelmesek a kutatók a Perseverance egyik képén, hogy ott a kőzeteken ilyen néhány milliméteres, pici foltszerű lerakódások vannak,
ami olyan pöttyök, amiket a Földön jellemzően a felszín alatti életnyomaként szoktak, bakteriális életnyomaként szoktak értelmezni. Persze, és nagyon sok minden csinálhat ilyen pöttyöket, úgyhogy odafordították a Percy-nek a spektrométerét, meg mintavevő berendezését, és hát amit a fedélzeten meg lehetett vizsgálni, azt meg is vizsgálták, tehát tényleg napokat töltöttek azzal, hogy vizsgálgassák ezt a formációt, és érdekes dolgokat találtak. Tehát egyrészt oké, hogy itt vannak rajta ezek a pöttyök, de hát önmagában, természetesen ez így önmagában bármiféle bizonyítéknak meglehetősen kevés. Ugyanakkor ugye itt több minden van egyszerre. Tehát azt találta a Perseverance-nek a műszere, hogy mindenféle szerves vegyületet is tartalmaz. A szerves vegyület önmagában persze csak egy szükséges, de messze nem elégséges feltétele az életnek. A világegyetem tele van szerves anyaggal, az aszteroidaöv is tele van szerves anyaggal. Nagyon-nagyon sok, mit tudom én, ecetsav molekulák, nagyon bonyolult szerves molekulák lebegnek össze-vissza a világűrben. Tehát, hogy tényleg a szerves anyag önmagában nem életjel, viszont itt ugye az az érdekes, hogy, és akkor most próbálom olvasni, nehogy hülyeséget mondjak, hogy például kálciumszulfát. A kálciumszulfátot találtak, ami ráadásul úgy néz ki, hogy a kőzet belsejében ilyen repedések mentén rakódik ki, ami egyértelműen arra utal, hogy valaha keresztül áramlott folyadék, sokkal nedvesebb, amikor sokkal nedvesebb volt a Mars, tehát amikor még tényleg egy sekélytenger volt a Jezero kráterben, akkor a víz mosta ezt a követ, és átáramlott rajta a repedések mentén a víz, és itt rakódott ki a kálciumszulfát, ami egyértelműen utal persze arra, hogy víz volt, de hát a víz volt a környezetben, és aztán a pöttyök, amiketről emlegettem, hogy a kőnek a felületén meg ott voltak ezek a milliméteres méretű pöttyök, ezeket mindegyiket ilyen kis fekete gyűrű, mintha ilyen leopárt foltok lennének, olyan kis fekete gyűrű vette körül ezeket, és ezek a gyűrűk, ezek vasat és foszfátot tartalmaznak. Na most, ilyen alakú izék, amik ilyen összetételőek, azok a Földön mikrobiális életet szoktak jelenteni, mert olyan kémiai reakciókat, amik ezt ilyen alakban, ilyen lerakatokat, foszfátokat és vas lerakatokat létre tudnak hozni, azok a Földön, hangsúlyozzuk, hogy a Földön azok mikrobiális élethez kötött folyamatok, ebből nem következik, hogy a Marson nem lehetne valami más kémiai folyamat, ami létrehozta ilyen ezeket. Például egyébként a foszfát jelenlétét indokolhatná, mondjuk az, hogy valami vulkánkitörés volt, és az is szét tud ilyesmit spriccelni, csak akkor azt kell megmagyarázni, hogy miért ilyen milliméteres, foltos-szerű alakokban. Szóval tehát önmagában az, hogy sem az alak, hogy ilyen pöttyös, sem az összetétel önmagában nem perdöntő bizonyíték, hanem az, hogy a kettő, sőt ez a három, tehát hogyha hozzáveszük, ugye itt, amit mondtam, a kálciumszulfát lerakódásokat. Tehát, hogyha ezeket így összerakjuk egybe, akkor úgy az már egy nagyon gyanús dolog. Hát ez bőven elég gyanús volt ahhoz, hogy a Perseverance ne csak megvizsgálja, hanem tényleg az emlegetett mintagyűjtő kapszulákba egyikébe vette ebből egy mintát. Tehát ez egy nagyon értékes minta lesz. Továbbra is nagy kérdőjel, hogy ez hogyan fog visszajutni, és mikor fog visszajutni a Földre, vagy nem vissza, hanem eljutni a Földre. Ugye ez egy nagy kérdés. A Mars kutatás jelenlegi egyik legégetőbb kérdés, hogy megválaszoljuk ezt, hogy ugyan mi lesz ezekkel a mintákkal, hogyan tudnak a Földre eljutni. Az biztos, hogy amit a fedélzeten el lehetett végezni tudományos vizsgálatokat, ezt a Perseverance ezt megtette, és abból pontosan ennyi jött ki. Úgyhogy várni kell még. Ezért azért az már magában nagy szám, hogy a NASA sajtó közleményében ez úgy szerepel, hogy possible signs of ancient life, vagyis hogy a lehetséges jelei az ősi életnek. Ez még mindig egy eléggé, hogy mondjam, csak óvatos megfogalmazás. Ne felejtsük el, hogy 1996-ban történt már olyan bejelentés, hogy a Marsról származó meteoritikus anyagban, az ALH84001-es Antarktiszon begyűjtött meteoritban találtak életnyomszerűségeket.
Annak ellenére, hogy az a meteorit itt van a Földön, tehát minden laboratóriummal meg lehet vizsgálni, és meg is vizsgálták keresztül kasul az azóta eltelt években. Ugye emlékezetes volt, azt hiszem maga Bill Clinton elnök jelentette be, tehát akkor elég bombasztikus volt a bejelentés, és aztán persze később több kérdőjel merült föl, olyannyira, hogy máig nincs tudományos konszenzus, hogy mik azok, amik ott vannak. De az az érdekes, hogy két dolog. Egyrészt ott is az volt, hogy egyrészt a kémiai összetétel érdekes volt, másrészt ilyen vas lerakatok ott is voltak. Harmadrészt ilyen nagyon pici baktériumszerű hurka alakú kis lenyomatszerűségeket is megfigyeltek a kőzetben. Tehát ott is több lábon állt a bizonyíték. Ennek ellen, és ott meg is van a kőzet, hiszen az egy Marsról a Földre becsapódott meteorit, amit keresztül kasul vizsgáltak. Ennek ellenére még mindig nincs konszenzus, hogy ami ott van, az mi. Most már egyre többen szkeptikusak, tehát most tehát egyszerűen azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi. Tehát most már nincsenek is parázs viták arról, hogy az vajon marsi élete vagy sem. Az lett a konszenzus, hogy nem tudjuk, és hogy menni kell tovább. Kérdés, hogyha ez a minta, tehát hazajön a Marsról egyszer, akkor oké, hogy itt minden laborral meg lehet majd vizsgálni, de vajon el tudjuk-e dönteni a kérdést? Nagyon érdekes kérdés, hogyha egy más jellegű élettel találkozik az ember, akkor vajon azt mennyire lehet egyáltalán felismerni. Na jó, hát szóval ezt akartam elmesélni, ez az egyik témánk, és a másik témánk az egy nagyon érdekes új magyar részvétellel zajló újfajta űrkísérlet, amely végül is távolról kapcsolódik abszolút a Mars programhoz, de elsősorban azzal kapcsolatos, hogy a földi génminták sokaságát egy nagyon különleges poláris földkörüli pályára fogják juttatni, egy nagyon újfajta európai fejlesztésű teherűrhajóval, és erről fogunk beszélgetni ebben az előre felvett interjúban, tehát Bencével, amit már is elindítok, hogyha sikerül. A Skype vonal túlsó végén Mátyás Bence, dr. Mátyás Bence, aki nem más, mint a Genesis űripari magyarországi részben, főleg magyarországi, majd mindjárt tisztázza a dolgokat, űripari startupnak az ügyvezető igazgatója. Nagyon szeretettel köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen, Miklós, a kívást. Na hát nagyon szívesen, most elmesélem ehhez a sztorit, hogy én benne vagyok úgy űrkutatási dolgokban, meg eleve is ismerjük egymást már 2-3 éve, mert már volt nekünk egyszer egy beszélgetésünk még a Parallaxis podcastban, ezért aztán szembe jönnek velem például a Facebookon mindenféle remek hirdetések, amit először igencsak hitetlenkedve néztem, ugyanis ez arra kapacitálta az arra járó egyrészt kutatókat, másrészt egyszerű mezei, úgymond állampolgárokat, hogyha kedvük tartja, vagy tudományos munkásságuk ezt igényli, akkor ezen a magyarországi Genesis startupon keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy objektumokat juttassanak fel a föld körüli pályára, mégpedig a reklám szerint 3 körös, vagyis nagyjából 4,5 órás űrrepülésre, ami után az illető dolog visszajön. Ez a dolog az lehet egy icipici kísérlet, vagy egy anyagminta, vagy egy DNS minta, de lehet akár valakinek a mit tudom én névjegykártyája, ha úgy tetszik. Emellett azt is olvasgattam, majd mindjárt elmondod ezt is, hogy még műalkotás is lesz a fedélzeten. És persze az űrkutatással foglalkozó ember bizonyos szempontból hitetlenkedve fogadja azt, hogy mi a túró az, ami fölmegy az űrbe, és 4 óra jelenleg üzemel, és 4 órával később ejtőernyővel belecsobban az óceánba, ahogy ezt az űrhajók szokták. Ugye érdekes, hogy azért ilyesmiről keveset hallunk. Egy kicsit gyanús volt az egész, de aztán egyre jobban belemélyedtem, és kezdtek összeállni a puzzle darabkák, és hát ugye Hitetlen Tamásból gyakorlatilag átalakultam egy ilyen abszolút hívővé olyan értelemben, hogy bizony, ez a projekt, ez csak ugyan létezik, és mennyire jó pofa. Ez nem minden nap olvas az ember ilyet. Úgyhogy légy szíves, erre fókuszálva, de azért kicsit kitérve arra is, hogy a ti cégetek mi mindent csinál, és amennyire ezt az időkeretek engedik röviden, légy szíves, mutasd, hogy miről is van itt szó első közelítésben, és hogy működik mindez. Miklós, hát köszönöm szépen a lehetőséget és a ismételt invitációt, hogy megjelenhetek nálad, és hogy ezzel a témával, ezért különösen hálás vagyok.
Igen, észrevettük ezt, hogy az emberek itt csodálkoznak rajta. Egyébként én is csodálkoznék rajta, hogy látok egy ilyen hirdetés szembe jön. Hogy... Vidd fel a jegygyűrűd az űrbe, visszahozzuk, 4 óra után becs szó. Igen, és persze ez egyébként ez egy új dolog nagyon, tehát ennek az az oka, hogy ez a űrhajó, ami ezt lehetővé teszi, amiben mi kaptunk egyébként egy kisebb payloadot, ezt mi kimondottan biológiai kísérletekre foglaltuk le első körbe. És akkor ugye ezt a publikumnak is megosztottuk, ezt a lehetőséget. Mi elsősorban egyetemek jelentkezését vártuk és kutatók jelentkezését. Jelentkeztek és szép száma, nem az zavan a lényeg, de ugye lehetőség nyílik nem veszélyes anyagokat is felküldeni. És mivel ez egy privát misszió, ezért lehetővé tettük azt, hogy szponzorok megjelenjenek, cégek, akik szeretnének ugye hirdetni, és ezért láttál mindenféle hirdetés ugye a biológiai részére is, és kimondottan ugye a promó részére is, mert ugye próbáljuk megtalálni a balanszot. Tehát most ugye egy ilyen változás van az űriparban, ahogy látod, hogy egy kicsit a privát szektor most a dominanciáját erősíti, vagy hogy mondjam, tehát hogy a jelentőségét erősíti, és mi ennek a gyümölcseit élvezzük, tehát ez igazából úgymond nem egy nagy kaland, tehát a SpaceX rakétáit ugye azt tudjuk, hogy ki lehet bérelni, kisebb-nagyobb payloadokra, nyilván ott is van egy minimum rendelés, ha az ember ezt tudja finanszírozni, akkor nyilván meg tudja csinálni a saját misszióját. Ott is van valamennyi szűrő, tehát ott is van egy nyilván egy protokoll, ami szerint a payloadokat befogadhatják, illetve dimenziók, amiknek meg kell felelni. És van egy partnerünk, egyébként egy európai partner, a Exploration Company, aki most dolgozik ezen a NYX projekten, ami tulajdonképpen egy nagyobb méretű kapszula, ami nem űrhajósoknak készült, hanem ez kimondottan kísérleteknek készült, kisebb payloadoknak készült, és mi ugye náluk sikerült, velük sikerült leszerződni erre a biológiai kísérletre, és ez egy páratlan lehetőség, mert ugye vissza is térünk. Tehát amiért ezt nagy lehetőségnek tartjuk az, mert ugye az ISS-en például volt, ugye korábban is lehetőség arra, hogy az ember biológiai kísérleteket végezzen. Általában egy kicsit hosszabb és bonyolultabb úton, de ugye elvileg lehetséges volt, de ott ugye lemérték az asztronauták, akik be voltak arra tanítva, arra a szenzor, vagy arra a labor használatra, és az adatokat vissza is lehetett kapni és értelmezni, viszont nem annyira volt lehetőség lehozni például mintákat, tehát hogy úgymond folytatni, mármint hogy így elérhető formában, nyilván igen, tehát hogy a űrügynökség. Igen, abszolút. De, így van. Szóval most igazából ezért hat újdonságként ez mindenkinek, mert most, és ez egy európai, ők is szintén Európai Unió, Európai űrügynökség és Unió által támogatott cég, minket is ugye a külügy és a Európai űrügynökség szintén támogatott, tehát ez egy ilyen nagyon szerencsés együttállás most. Na és de azért is újszerű, mert hogy a NYX-ről azért nem hallottak még eddig az emberek, mert valójában ez lesz az első igazi rendes földkörüli repülése. Tehát ez egy tesztrepülés, ugye azért az mindig hordoz magába valami rizikófaktort. Most én megnéztem, hogy hogy áll jelenleg a projekt. Ugye mármint nem a tiétek, azt majd te mondod el, hanem a NYX. Na most ugye az van, hogy a hallgatóink ugye az előző adásban hallhattak az Ariane 6 tesztrepüléséről, ami ugye a második kedvenc műholdunkat, a műsorunk állandó szakértői által összeszerelt GRB bétát is sikeresen pályára állította. Most amiről akkor nem beszéltem, az az volt, hogy az Ariane utolsó fokozatán helyet kapott egy kis 40 kilós kísérleti kabin is, aminek az lett volna a feladata, hogy kicsinyített változatban ezt az újfajta, úgymond, hát én ezt a cuccot én teherűrhajónak hívnám valójában, ezt a NYX-et, vagy mit tudom én, szóval ezt a teherűrhajót kicsinyített változatban a visszatérését tesztelte volna, de ez sajnos elmaradt, mert az Ariane-nak az utolsó fokozata az bekrepált, amint arról a múltkori adásban is beszéltünk, úgyhogy igazából az viszont továbbra is tény, amit mondtál, hogy ugye a Falcon 9-re le van foglalva a repülés, ami már a 2,5 méter átmérőjű, ilyen komoly, igencsak komolyabb méretű, bár még mindig nem a jövőbe tervezett végleges méretű, de már jó nagy, combos méretű űrkabin repülése. Akkor lényegében, javíts ki, ha tévedek, de ez lesz az első igazi űrrepülése ennek a szerkezetnek. Ha második tesztrepülése a cégnek, hogyha a LinkedIn profiljukon egyébként ez az egyetlen kommunikációs csatornájuk lehet szépen követni a sorozatot a tesztrepüléseknek. Aha. Az első
repülés az nemrég történt az idén, és ott csak egy re-entry teszt volt. Tehát ahogy mondod, ez az orbitális, ez az első igazi orbitális tesztjük. És az első tesztben, ahogy mondod, a kisebb, kicsinyített small scale prototype volt, a kicsinyített változat. Most, amiben mi kaptunk helyet, ez a középméretű, tehát ez már 300 kiló payloadot fog vinni, köztük ugye a mi kis CubeSatunkat, és ez egy inkubátor egyébként, egy biológiai inkubátor, csak egy CubeSatba terveztük bele, és integráltuk, és többek között így, és a késéseknek köszönhetően tudtuk csatlakozni, mert ez az orbitális tesztet már tavalyra tervezték egyébként. Igen, hát ez már megszokott az űrkutatásban, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tudományos, meg biológiai szempontból is egyébként egy marha izgalmas lehetőség, mert hogy végül is ezt a Falcon 9-et, ami fölviszi ezt a dolgot, ezt a kaliforniai Vandenberg támaszpontról indítják, ami arról nevezetes, hogy onnan poláris pályákra indítanak. Nagyon magas hajlásszögű poláris, meg napszinkron pályákra, ami azt jelenti, hogy szemben az emberekkel, meg a nemzetközi űrállomással, meg a biológiai űrkísérleteknek a szerintem eddigi kb. 100%-ával ellentétben ez egy olyan pályára kerül, ami direkt átrepül a Föld északi és déli mágneses pólusai közelében, ahol ugye tudva levőleg sokkal erősebb a kozmikus sugárzás, mert hogy ugye oda gyűjti össze a Föld mágneses tér a bejövő töltött részecskéket a napból, ugye ettől a sarkon, ezért van a sarkon a sarki fény, kedves hallgatók. Na, szóval, hogy ezen a repülési pályán, oké, hogy csak három kör a Föld körül, 600 valahány, 580, 600, ilyesmi, ugye, kilométer magasan, de hogy át fognak repülni ezeken a sugárzás jövezeteken a rakományok. Ez egy tudatos, tehát ez most így jött ki, hogy épp a Vandenberg és akkor poláris pálya, vagy ez direkt, és ez egy szerencse, hogy végül ezt a rakétát sikerült nekik lefoglalni, vagy ez tényleg egy tudatos tervezés, hogy ilyen pályára akarták tenni? Akkor a CEO annak a Helennek a korábbi interjúiban lehet, hogy szó volt róla, de nyilvános posztban nem láttam, hogy nyilatkoztak volna erre, hogy ez tudatos vagy nem. Uh-huh. Gondolom, hogy tudatos, hiszen ugye ez egy biológiai inkubátorkabin, ha úgy mondjuk, lehet nagy teherrakománynak is írni. Egyébként most a biológiai teszteket lehetővé teszi, de ahogy jól látod, ez egy nagy teljesítményű kargó tud szállítani, például ISS-re és más űrállomásokra. Tehát a cél az, hogy 3 tonnát tudjon felvinni. Most ennek ugye a 300 kilós tesztje lesz. És ez a pálya, a poláris pálya, nekünk például, tehát mi nekünk emiatt örültünk, és ezért éltünk a lehetőséggel, és ezért örültünk a csúszásuknak, mert ahogy mondod, ugye 3-szor körbe repül mind az északi és a déli poláron, és ugye ez azt jelenti, hogy beleütközik ezekbe a töltött részecskékbe, és nagy mennyiségű felsűrűsödött részecskékbe. A tesztrepülés korábban, én úgy tudom, a 800 kilométeres, vagy egy kicsit alacsonyabb magasságra tervezték. Nem tudom, mi fog megvalósulni, de mindenféleképpen egy magasabb pálya, mint amin ugye az ISS és a legtöbb low Earth orbit járművei vannak. És igen, tehát a biológiai kísérlet szempontjából nekünk az azért fontos, mert tudjuk imitálni úgymond a hosszabb utakat is. Tehát most ugye a Marsi útra gondolok, hogy a biológiai minták, mivel ugye egy nagyobb radiációnak és ugye a részecskék, belső részecskéknek lesznek kitéve, ugye a stressz hatás az ott halmozottan fogja kapni, és ugye ez kompenzálja a relatíve rövid missziós időt. Na most ugye igen, hogy relatíve rövid a missziós idő, pont ezen gondolkoztam, hogy rövid az idő, oké, de utána meg belép a légkörbe a rakomány, és akkor meg jön a túlterhelés. Tehát mondjuk visszatéréskor, mit tudom én, 3-4 G-t azért el tudok képzelni. Na most, hogy a kérdés az, hogy a biológiai minták szempontjából a visszatérés az nem jár-e olyan hatással, ezt csak a laikusként kérdezem, persze, hogy 4,5 órányi súlytalanság hatását, mondjuk mit tudom én a sejtszerkezetről, mit tudom én, mit vizsgál az adott kísérlet, azt nem roncsolja eszét maga a visszatérés. Vagy ez legyen azoknak a baja, akik beküldik a kísérletet. De most tényleg, most egyébként nem is csak mint CEO-ként kérdezlek, hanem mint kutatóként. Igen, szóval hogy van ez?
Ezt is teszteljük többek között, hiszen most, hogyha arra gondolunk, hogy 2028. decemberére van betervezve a következő SpaceX nagyúton marsra, akkor ezeket a kísérleteket mi kötelességünknek érezzük fel boostolni. És minthogyha szakembert kérdezel, vagy mint kutatót, akkor ez egy nagyon nagy kérdés, igen, mert egyrészt ugye erre direkt nem volt lehetőség, mert a backcontamination-től, tehát a visszafertőződéstől ugye féltek, és ezért nem voltak ilyen jellegű biológiai kísérletek. Most ilyen kontrollált körülmények között, ugye egy zárt kabinba, ez most sokkal inkább elképzelhető, és ugye egy kisebb lépősek lehet bontani. Igen, mindenféleképpen nagyobb hatásoknak lesznek kitéve, mint amit mondjuk esetleg itthon lehet szimulálni. Nagyon nehezen lehet itthon szimulálni. Ilyen például a visszatéréssel járó rázkodás és nehézségeket. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy például többfajta mintát viszünk fel, tehát 1000 darab mintát viszünk fel, ami úgy gondoljuk, hogy egy nagy ismétlés számra ad lehetőséget. Tehát, hogyha még valamelyik minta értelmezhetetlenné válik is, de megpróbáljuk azt, még ha ilyen eset is történik, tehát a worst case szenárió, akkor is valamilyen szintű adatunk van már a misszió során is. Tehát ugye ezeket a mintáknak a biológiai bomlása le vannak lassítva, így tudjuk ugye, mert ez egy most hosszú folyamat. A minták elkerülnek a mi kis inkubátorunkba, az inkubátort ugye betöltik a nagy kapszulába, ennek az útját egyébként fogjuk követni, de mi erre kíváncsiak vagyunk, tehát teóriák vannak, de azért viszünk aránylag nagyobb ismétlés számú mintákat, hogy ezeket le is teszteljük. És hogyha negatív, ez egy kockázat, tehát most, hogyha kérdezed, hogy az mi ügyfeleink, ezt vállalják ezt a kockázatot nyilván. Világos, meg azt is vállalniuk kell, biztos ők is tisztában vannak vele, hogy ez akárhogy is nézzük, de ez egy új űreszköznek az első földkörüli tesztrepülése. Igen. Úgyhogy nyilván nagyon szorítunk, meg ők is szorítanak. Egyébként lehet, hogy ennek megfelelően egyébként viszonylag zsebben turkálás nélkül, de általában az szokott lenni, hogy az első repülésekre mindig olcsóbbak a helyek. Konkrétan ugye az Ariane 6, ami az európai hordozórakéta teststartja volt, amiről az előző adásban esett szó, ott konkrétan például volt, hogy lényegében ingyen lehetett műhold, ilyen kis CubeSat-ocskákat rakni, csak persze csak idézőjelbe zárva meg kellett hozzá nyerni a pályázatot, meg megépíteni, de maga a start az ilyen értelemben irdatlan kedvezményes volt, mert hát senki nem garantálhatta, hogy jól fog járni, és emiatt aztán persze nem is nagy cégek drága távközlési műholdjait rakták rá, hanem jellemzően egyetemek, kisebb kutatóintézetek, kisebb műholdacskáiból egy csomót. Úgyhogy úgyhogy ez biztos így van itt is nyilván, mert hát ezek az üzletnek a farkas törvényei. Igen, a mi esetünkben nekünk nem volt ilyen szerencsénk, nekünk nem volt ingyen, viszont igen, tehát hogy itt most lehet az ilyen lehetőségekkel élni, és mi kötelességünknek is éreztük, mert ugye ma a műholdakkal és a úgymond a technológiai demókkal ellentétben itt egy biológiai kísérlet beállítására is volt lehetőség, ami nekünk nagyon profilba illet, és ugye mi ezt szeretük volna kihasználni. Mi máshogy vagyunk úgymond biztosítva, tehát a mi rakományunk úgy van biztosítva, hogyha egy ugye tökéletlen re-entry esetén, vagy ahogy mondod, esetleg tényleg felég, vagy öngyullad az egész rakomány, vagy tönkre megy, akkor biztosítva vagyunk egy második launchra, ugyanúgy 2020. Uh-huh. Tehát, hogy Ez nagyon jó, de várjál, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a The Exploration Company maga is készen áll arra, hogy még 2024-ben még egy startot. Vagy 25-ben nyilván, ugye arról beszélünk. Tehát, hogy ez a start, ez jelen pillanatban mikorra van ütemezve, ha egyáltalán lehet-e már tudni. Azt tudom, hogy a hivatalosnak tekinthető teljesen nyilvános startadatbázisokban Vandenbergről a 24-25-ös idényben még nincs betárazva. De hát némileg benfentesként azt is tudom, hogy van néhány olyan start, amiről pontosan tudom, hogy mikor lesznek, és azok sincsenek beírva. Szóval, szóval a kérdés az, nem tudom, ez nyilvános adat, hogy mikor lesz a start? Negyed évre lebontva mondjuk, hogy... Fél éves időkaput tudunk kommunikálni, a szerződéseink azt mondják. Igen, tehát nem titok, február, tehát 2025. február és július között várható a launch, és ez már az eltolt időpont, tehát ez már úgy véglegesen látszik. Egyébként hivatalosan, tehát amikor a nagy sajtótájékoztatók vannak, az általában 4 héttel szokott fellövés előtt történni, amikor már ugye a konkrét időpontot is konfirmálják. Nyilván, hogyha valaki kommunikálja a saját platformán, az nem, tehát hogyha megvan engedve, akkor az lehet. De egyébként szerintem a nagy sajtótájékoztató, és például mi is hivatalosan a meghívót, azt 4 héttel korábban fogjuk kapni.
Na most még valamit akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, amire már azért szóba hoztad, hogy, mert hogy biológiai mintákról van szó, ugye részben. A biológiai minták azok meg ugye romlandók. És akkor itt van ez a bepakolás ügy, hogy például most az az űrprogram, amiben én benne vagyok, amiről ugyanilyen szerződések miatt keveset beszélhetek, de az például elég általános szabály, hogy például azt a kütyüt, amit mi kiadunk a kezünkből, azt start előtt 3-12 héttel, tehát start előtt 3 hónappal be kell pakolni, és akkor onnantól mi azt nem látjuk. Na most nyilván egy biológiai minta esetében erre más szabályok érvényesek, nyilván, mert hát ott az nem. Tehát hogy van ez? Nekünk is szeptemberig össze kell készíteni szerződés szerint a payloadot, tehát hogy az ready to go-nak kell, hogy legyen. Az ugyanaz a... Függetlenül, hogy februárban vagy júliusban lesz az indítás, tehát vagy ugye közte, nekünk kész kell, hogy legyünk, és ez ugye egyrészt egy kihívás, mert nagyon sokat kell állni a biológiai mintáknak, mielőtt ugye felkerül pályára. És mi ezt különböző módon lehet megoldani. Például a Genesis kísérletsorozatnak egy nagyon nagy része növénykísérlet, növényi minták képezik. Tehát ez azt jelenti, hogy például a magokat a legegyszerűbb, tehát nekik van a legnagyobb esélyük a túlélésre, ezt a kísérletsorozatot, mert ott liofilizált állapotban, vákumcsomagolt állapotban, tehát minden mintának megvan a protokollja, hogy kell csomagolnunk, és például a DNS minta esetében van a legkidolgozottabb ilyen eltartási protokoll, itt egy német és osztrák kooperációnak a gyümölcseit élvezük, ahol kézde, hogy élsportoló génbankjai támogatják őket ebben, ami azt jelenti, hogy ők a DNS nem csak pár hónapig, azt tudtuk, hogy lehet tárolni, de ők képesek évekig is. És még hozzá képzeld, hogy a Covid boostolta ennek a fajta üzletnek a megjelenését, mert most az új betegségekre készülve az élsportolók DNS-ébe, hogyha találnak valamilyen rezisztenciát, akkor ők az nekik érdekes lehet biomarker felfedezés szempontjából. Tehát van egy ilyen partner, aki például ezzel mi nem foglalkozunk, tehát mi most csak taxisofőr vagyunk, vagy a DHL, vagy hogy mondjam, de ha valaki igényel, akkor össze tudjuk őket kötni. Mert például van egy olyan élsportoló, a Fejt Máté, aki kimondottan kíváncsi arra, hogy az ő genomjára, ő egy világbajnok ejtőernyős, hogy milyen hatással lehet. És ő például az ő DNS-ét a génbank őrizni is fogja. Tehát van erre protokoll, és ezt tartanunk kell, de ugyanaz a szabály vonatkozik ránk is, mint a műszaki pilót. Jó, de vele, hogyha most a fuvarosi, vagy mi DHL, ez egy csomagküldő, űrkísérlet fuvarozói sapkádat lecseréled a tudományos kutatói sapkádra, akkor amúgy az, a nehéz helyzetbe hoznak egyébként ezzel. Szóval, hogy szerinted elképzelhető, hogy kimutathat, hogy egy négy órás, oké, hogy átrepülünk a sarkvidék, de nagyobb sugárzásra szokásos, de elképzelhető, hogy egy négy órányi kitettség az valami kimutatható változást tud eredményezni? Én úgy gondolom, hogy a DNS-ben mindenképpen, és ott a legmérhetőbb, más mintákban is várjuk. Tehát vannak olyan minták, amiket képzeld el, hogy például vannak olyan partnerek, kutatóintézetek, akik már vállalták, valaki vállalta a publikusságot a kísérletében. Tehát igen, tehát vannak például olyan algák, most nevezzük nevén, meg olyan speciális növények, ilyen aránylag alacsonyabb rendűek, akik képesek arra, hogy újra hajtsanak, vagy újra, amikor lehozzák a kísérletet, és akkor igazából nekik akkor lesz lehetőségük a genetikai változásokat megfigyelni, mert ugye a genetikai kopit a növényeknél sokkal egyszerűbb leválasztani még a kísérlet előtt. Tehát ezek ilyen összehasonlító kísérletek. És erre vagyunk kíváncsiak, hogy statisztikailag értelmezhető, genomikában látszik-e változás. DNS-be várjuk a legszembetűnőbb változás, amit azonnal lehet mérni. Elmondom, hogy miért, mert ugye az, hogy ugye, igen, hogy nagyobb a mennyiség egyszerűen a részecskéknek, amin átalad ez az űrhajó, ezért nagyobb arra a valószínűsége, hogy a helixből ugye nem csak, hogy felnyílik, hanem hogy kiszakad egy szekvencia. Ami ugye a emberi esetben ezt valamikor észre vesszük, mert a visszaépítő folyamatok, ugye ez a mutás gén, meg másik két protein, amiben ezekben részt vesz, ilyen bridge-eket, hidakat alkotnak. Na most, hogy mennyire tökéletesen építi fel ezeket a hidakat, ugye ettől függ az, hogy például a rákosodás lesz, vagy valamilyen mutáció lesz, de addig ez nem látszik. Tehát a DNS-ben úgymond nem lehet követni ezt a változást, ameddig ezek a folyamatok ugye el nem indulnak. Na most mindenféleképpen azt várjuk, hogy kiszakadt részek, vagy valamilyen roncsolódott DNS-ek találkozunk. Az egy nagyon érdekes dolog, két különböző technikát fogunk alkalmazni, hogy amikor visszahozzuk a visszaépítő folyamatukat, ugye hogyan lehet ezeket utána replikálni, vagy boostolni.
esetleg, mert az ott bekövetkezett változás, vagy egyszerűen csak simán egy út előtti PCR és egy út utáni PCR is nagyon érdekes, de a visszaépítő folyamatok meg talán még érdekesebb következtetéseket engednek majd vezetni minket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy csak a három orbitális út ellenére is szerintem a DNS-ben már mérhetőek lesznek valamilyen szintű változás. De oké, ezt én tökre elhiszem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá, másrészt meg abszolút logikusan hangzik, hogy ilyen nagyon rövid életciklusú lényecskék, mint amikről szó van, algák, meg ilyesmit, ez tök hihetően hangzik. Ráadásul ugye igazából az is egy fontos szempont, hogy egyáltalán azt demonstráljátok, hogy ezt a kísérletet, összehasonlító vizsgálatokat ezzel a módszerrel, ebben az inkubátorban, ezt így el lehet végezni. És akkor persze innentől már csak egy felskálázási kérdés, hogy legközelebb, mit tudom én, 2 hónapra megy föl például. Az már a ti technikai szempontotokból igazából az már mindegy, mert ha már demonstráltátok, hogy működik, nem megy tönkre a minta, össze lehet hasonlítani minden, az már önmagában egy nagy szám. Nekünk is ez egy teszt utunk, az első, nekünk az első, tehát nekik a második partner cégünk az első, de igen, tehát hogy mindenféleképpen az összehasonlító, még hogyha ráadásul találunk is valami hasznosat már ezen a kis úton, ahogy mondod, az nekünk külön örülünk neki és külön jó, de igazából igen, ez egy technológiai demonstráció, illetve az, hogy ez a koncepció így működik, de azt tudnod kell, hogy a mi kis járművünk, ez a Majaszat 1, ugye ez egy CubeSat, 10x11-es CubeSat, ugye ez már mi, tehát ennek lesz ez igazából a tesztütje, tehát mielőtt saját orbitra állítanánk, esetleg későbbi vizsgálatokra, vagy más jellegű vizsgálatokra, mert ilyen szenzorális, ez egy szenzorális megközelítés, tehát belső oldalára és a külső oldalára is lehet pakolni két mainboardnak köszönhetően 6-6 szenzort. Most ez egy offline kísérlet, tehát most igazából a űrhajóból fogunk jeleket kapni a misszió során, de igazából itt a lényeges momentum az összehasonlító vizsgálat. De a későbbiekben, hogy nagyon köszönöm, hogy rávilágítottál, igen, a hosszú távú kísérletek a cél, és az, hogy ezt egy... Igen, és ennek ez az első tesztrepülése. Na de várjál, mert a hosszú ugye akkor jól értem, hogy ez itt nagy, ez ugyan egy űrkabin belsejében megy föl, igen. De méretében, dimenzióiban ugye ez már azt játsza, mint hogyha egy műhold lenne külön. Az lenne a Majaszat, ugye? Van egy fizikai Majaszatunk, ami igen, részét képezi most a KVAX-nek. Ja, értem. Na, és aztán viszont, amikor a Majaszat majd fölmegy külön, igen. Ami már egy másik témakör, meg nyilván egy másik adás is lesz majd, és hát jussatok el oda minél hamarabb, mert az is marha jó, de az viszont értelemszerűen, mármint az én értelmem szerint, az viszont nem tud visszajönni. Igen, ott nem tud visszajönni, ott arra koncentrálunk majd azokban a típusú kísérletekben, hogy a szenzorok mennyire életképesek, és hogy tudjuk-e ezt, úgymond ezt a leegyszerűsített, mert ez egy advanced LoRaWAN technológia, hogyha így el lehet árulni. Na most hát azt akkor viszont, ha el lehet árulni, csak akkor gyorsan meg is kell magyaráznod, mert vannak az adás hallgatói között néhány ezren, akik ezt most hallják először. A IoT, vagy azok a rendszerek, amik ilyen olyan szenzorok, hogy tudnak kommunikálni okosan egymással, és sok ideig, tehát hogy erre lett kifejletve ez a protokoll, és ami a előnye, hogy nagyon nagy hatótávolságot tudunk kommunikálni azokkal a chipekkel, amik ugye összefogják ezeket a szenzorokat. És van egy ilyen mainboard, egyébként ez egy brit fejlesztés, amire 6 ilyen különböző szenzort tudunk csatlakoztatni, és kezdve 800 kilométeres távolságból is el lehet érni. Tehát, hogy ez nyilván a hálózatnak köszönhetően, de hogy van egy ilyen leegyszerűsített gateway is, amit a felhasználó is tud. Tehát hogy az a cél, hogy igen, hogy saját kísérleteket az emberek meg az egyetemek beállítsanak ezekbe a kis műholdakba. Tehát hogy itt nem a telekommunikációs céllal küldjük fel őket, hanem kísérlet célban. Igen. Nagyon jó. Oké, értem. Azt hiszem, értem, hogy mi ez. Ez tök jó. Aztán még valamit akartam kérdezni. Az, hogy mi a nagyon hosszú távoli cél? A hosszú távú célotok. Most a Majaszat az ilyen középtávú célként helyezhető el. Van nektek emellett egyébként egy nem kifejezetten konkrétan űrbeli alkalmazásra irányuló, de mégiscsak európai űrügynökséges grantetek. Tehát az ESA-tól van nektek valamitek. Arról is néhány szót, ha ejtenél, meg hogy tényleg az, hogy mi a vízió arra, hogy miért történik mindez. És egyébként akkor még azt is hozzátenném, hogy persze én ezt már egyszer kilogikáztam, úgyhogy ennek itt az ideje, hogy akkor itt ezt elmondjam,
hogy bizony a cégetek teljes neve az, hogy ugye Genesis 1.11, és hogyha az ember felüti a teremtés könyvét, vagyis a Genezist, akkor az adott számú bejegyzésnél, vagy bejegyzés, hogy hívják szakaszban, ezt lehet találni, teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. Tehát egyértelmű, hogy itt erre utal a cégetek neve, de mi az egész vízió, amiben mindez beleágyazódik? Miklós, te nagyon jó vagy a összeolva. Oh. Nem csak a cégnévre gondolok, tudod, hanem a partnerünkre is, mert azt is hamarabb kilogikáztad, mint hogy hivatalosan kommunikáltuk volna. Jó, hát azért kellett hozzá egy kis kép, amit megosztottál velem. Mindenféle felirat nélkül be volt keretezve egy kúp alakú űrkabinban egy rek. És mondom, ilyet már láttam valahol. Igen, de igen. Köszönöm szépen. Na, de igen, most köszönöm. Akkor meghallgathatjuk tőled. Anélkül, igen. Hogy nekem kelljen kilogikázni. Nem véletlenül ez a zászlónk a Genesis 111, mert nekünk a hosszú távú missziunk az, hogy a Mars terraformáláshoz hozzájáruljunk, és ugye amikor azt hiszem két és fél évvel ezelőtti műsorodban lehetőséget kaptunk bemutatni ezt a hosszú távú missziót, akkor ugye akkor egy ilyen nagyon távoli elképzelésnek tűnt. És ami most történik igazából a Majaszattal, az első olyan, hát nekünk az egyik legnagyobb momentum, mert most törünk ki a laboratóriumi alapkutatásból ugye a orbitra, tehát hogy pályára, és a következő célja ennek, igazából mi egy növényszelekciót végzünk. Tehát a mi 300 mintánk, ami nekünk a saját kísérletünkhez kell, ott igazából, amiket a laborba teszteltünk növényeket Mars terraformálás céljából, tehát itt arra kell gondolni, hogy különböző ugye regolitokon és szimultáns talajokon, de vannak meteorink és marsi meteorok, amiken ugye különböző növényeket ilyen-olyan sikerességgel ugye neveltünk laborba, de volt olyan, hogy tudtuk mimikálni például a marsi légkört is, tudod, ezekbe az átrendszerekbe. Tehát egy érdekes kísérlet sorozatnak ugye a legérdekesebb szereplőit, vagy hogy mondjam, potenciális kandidát jelöltjeit választottuk ki, és ők ezt a 300 mintát, vagy 300 növényi mintát visszük fel. És ez egy további teszt, tehát ahogy mondod, igen, tehát várható az, hogy nagy százalék, vagy valamennyi százalék, ha nem éri túl, függetlenül a pozitív előtesztek, vagy a alakutatás ellenére. De ez is a célunk, tehát mert a következő lépés az, hogy ez nem titok, hogy a Exploration Company-ben már dolgozunk a következő lépésen, amiben egy holdra szállás várható, hát most előre látod a 2026-ban, de ahogy tudjuk, lehet, hogy ki fog csúszni 27-ig, de nem csúszhat tovább, mert a harmadik lépés az 28 decemberre, a következő úgymond ideális időkapu egy marsi útra, amikor ugye gazdaságosan el tudunk jutni normális idő belül. Tehát oda már olyan növényeket szeretnénk vinni, meg hát ott engedélyeknek, tehát nagyon sok minden nem múlik az, de mi legalább fel szeretnénk készülni rá eredményszinten, hogy mi az, amit mi szeretnénk javasolni egy marsi útra, mert ugye a marsi útnak nem csak az a célja most, hogy robotokat küldjem, hanem kimondatlanul a Mars terraformálását készítik elő. Kaptunk egy nagyon megtisztelő meghívást, és ide kapcsolódik a 27. Mars terraformáló konferenciára Seattle-be, 8. és 11. között. A mi előadásunk, a Genesis 11-én lesz vasárnap, 11 órakor, és ez szerintem nem véletlen, és szerintem ez a dr. Robert Zubrin az alapítónak a humora, és akkor mindenki ott lesz, tehát akkor nem lesznek a panelekre bontva. Úgyhogy... Ugye a hallgatók számára talán nem ismeretlen a Robert Zubrin neve, ő tényleg egy megkerülhetetlen nagy mozgatója az egész embert a Marsra gondolatnak, aki annak idején ugye a Mars Direct Projectet felvázolta, hogy hogyan lehet minél költséghatékonyabban embereket juttatni a Marsra, és akkor ő csinálta ezt a Mars Society, vagy nem is tudom micsoda, szóval valami ilyesmit, szóval ő tényleg egy megkerülhetetlen alak, úgyhogy tök menő, hogy ti is eljuttok erre a konferenciára, és ha majd eljuttok, akkor majd lehet, hogy utána beszélgetünk erről a konferenciáról, mert ott biztosan nagyon érdekes dolgok fognak elhangzani. Igen, a fő cél az, hogy a Mars terraformálásba részt vegyünk, abban be jók vagyunk, és mi ugye elsősorban növénybiológiába és talaj mikrobiológiába fókuszáltunk, kimondott a Mars terraformálás céljából, ezért próbáljuk hasznosítani a tudásunkat, illetve a kutatási eredményeinket. De nyilván ugye próbáltuk most emberi lépcsőkre, vagy emésztető lépcsőkre lebontani, amit most erre a két részre bontottunk, vagy három részre pontosabban, tehát egyik ez az orbitális kísérletsorozat, utána a Marson szintén, bocsánat, a holdra szállás szintén egy biológiai kísérletsorozattal, és a következő a marsi út előlátható 28 decemberre. Tehát, hogy ez a
5 éves terv, 4 éves. Na, hát ez egy nagyon ambiciózus és tök jó terv, úgyhogy hát sok sikert kívánok hozzá, meg köszönöm még egyszer az idődet, energiádat, meg a jópofa, és nagyon érdekes, újszerű információkat. Mátyás Bencének nagyon köszönöm még egyszer, és hát sok sikert kívánok a Starthoz. Majd annak idején, amikor megtörténik végleg, és visszajön a rakomány, és szépen ejtőernyővel belecsobban a csendes óceánba. Csendes? Csendes. Szerintem a csendes óceánba. Akkor majd várunk vissza, és akkor erről majd elemezgetünk. És még egyszer sok sikert kívánok az egész csapatnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Ez volt tehát a beszélgetés dr. Mátyás Bencével, aki ugye Genesis One Eleven űripari startupnak úgy mondta ő, hogy ügyvezetője, CEO-ja magyarosan. Tehát igen, ez egy nagyon érdekes dolog lesz, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez a rengeteg biológiai minta, ami ebben a kicsi, amit hallhattuk, 10x11 centis kis kabinban, a nagyobb kísérleti teherűrhajószerűségben legkorábban 2025 februárjában feljut az űrben, majd 4,5 óra után remélhetőleg rendben visszatér, és egy ejtőernyővel belecsobban az óceánba. Szóval ez egy olyan pályán fog repülni, ahova még ember nem merészkedett. Éppen az emlegetett nagyobb sugárzási régiók miatt, és egyébként ennek abból a szempontból is van egy relevanciája, hogy bizony megint megerősítették az oroszok, az orosz űrügynökség, hogy bizony az ISS nemzetközi űrállomás utáni korszakra készülve, ami a 2020-as évek végén elkerülhetetlenül el fog jönni, ők egy saját űrállomást akarnak fejleszteni, de tekintve Oroszország földrajzi fekvését, hogy ugye ez igencsak nagy mértékben egy poláris ország, ezért meglepő módon ugye ők olyan űrállomás pályát terveznek a következő saját űrállomásoknak, ami bizony poláris pálya, és a sarkuk fölött átrepül pontosan ezeken a tartományokon, ahol az említett okok miatt erősebb a kozmikus sugárzás, és ismét szeretném hangsúlyozni, hogy ember még nem repült ilyen pályán, sőt még kísérleti állat sem nagyon. Sőt, még apró lények, gém mintái, meg magok se nagyon, és hát ebben a szempontból is mindenképpen egy úttörő kis ötletes kísérlet lesz ez. Úgyhogy ez tök jó pofa. Na már most az adásidőnk az meg viharosan közeledik a vége felé, úgyhogy már nem maradt más hátra, mint hogy egyrészt megköszönjem a hallgatóknak a részvételt, meg a jó kis kommenteket, amik közben itt érkeztek a chatfalon, igyekeztem rájuk válaszolni, amire tudtam, valami okosat. Egyébként nagyon jó felvetések érkeztek, például arról is, hogy miért rakétákkal megyünk az űrbe, amikor lehetne például maglev technológiával kiröppenteni valamit az űrbe. Ezek nagyon jó felvetések, és olyannyira jók, hogy a NASA-nak is van ilyen kísérleti projektje, ami ezt vizsgálja. Sok mindenről lesz szó a következő szokolébresztőben is. Előre láthatólag, vagyis a jelen pillanatban ezek a terveim, remélem meg is valósul, nosztalgiázni fogunk 2 hét múlva, ugyanis 25 éve volt az, hogy elsötétült a nap Magyarországon. 1999. augusztus 11-én volt a napfogyatkozás, és erre, meg persze a tudományos, de közösségi vetületére is fogunk majd emlékezni Orha Zoltánnal, aki annak idején a Magyar Televízióban volt műsorszerkesztő, és ő volt az, aki megszervezte ezt az egész körkapcsolást, ami annak idején ment a napfogyatkozás alatt. Ugye, hát egyébként augusztus 11-e maga az évforduló, ami most vasárnap, amikor ugye hallhattuk, hogy ez pont az a vasárnap, amikor Bencéjék meg a Robert Zabrin féle Mars terraformálási konferencián fognak előadni, aztán jól értettem. De a lényeg, hogy akkor ugye nem lesz rögtön szokolébresztő másnap, mert a szokolébresztő 2 hetente van, úgyhogy 2 hét múlva fogunk ezzel a témával visszajönni, de akkor is azért lesz még valami aktualitása a 400-ados nagy magyarországi napfogyatkozásnak, szóval szerintem érdekes lesz, és addig is az összes, hát szinte az összes, de mondjuk a 100. adás óta biztos, hogy az összes adás elérhető egyrészt a Tilos Rádió archívumában, másrészt pedig a Parallaxis Podcast mindenféle webes felületein, ideértve a YouTube csatornánkat, vagy a SoundCloud, iTunes és a többi ilyen
is remek elérést nyújt ezekhez, úgyhogy ott is lehet visszahallgatni dolgokat, például az emlegetett marsi mintahozással kapcsolatos, nem is olyan régi, hanem 183. adást, amit érdemes hozzáhallgatni ahhoz a hírhez, amit mondtam az adás elején. Nagyon izgalmas kérdés, hogy volt-e élet a Marson, majdnem ennyire izgalmas kérdés az, hogy lesz-e élet a Marson, és hogy azt egyáltalán nekünk kell-e odavinni, vagy sem. Erről persze megoszlanak a vélemények, de általában az azért hangzik el, hogy egy civilizáció, egy hát kicsit patetikusan szólva egy kozmikus civilizáció, mint amivé az emberiség válik, az akkor van igazából biztonságban, hogyha egy multiplanetáris, vagyis egy több bolygós civilizációvá válik hosszú távon, hogyha az egyik bolygón kicsinálják magukat valami hülye háború, vagy akármi hasonló dolog katasztrófa miatt, akkor bizony a civilizáció ne tűnjön el nyomtalanul. Végül is ez egy olyan érv, ami tulajdonképpen eléggé támadhatatlan bizonyos szempontból. Más kérdés, hogy nyilván a Földön is van, amúgy is éppen elég bajunk, de hát mások azt pont ezért érvelnek, úgyhogy hát pont azért jó, hogyha van máshol is földi élet, ráadásul emberi élet. Hát ez még odébb van, mondom, jelenleg még azzal szívunk, hogy a Marsról hogyan fogjuk haza, vagyis a Földre elhozni az ott begyűjtött mintákat, meglátjuk. Azt látjuk, hogy vannak olyan emberek Magyarországon is, akik igen komolyan arról beszélnek, hogy a Marsot terraformálni kell, és ami mostani kutatást végeznek, azt is annak jegyében teszik, hogy ezt a távlati célt szolgálják. Szóval ezek a dolgok történnek, tehát ez nem annyira science fiction, mint amennyire elsőnek tűnhet. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.